Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nagy öröm látni önöket ebben a szép terembe, talán a legszebb az egész megyénkbe. Az Egyesületünk minden alkalommal igyekezett szép előadást hozni a színpadra. Remélem, ma este is sikeres lesz. Elvégre nem akármilyen előadásról van szó. A szatmári magyar népzene helye a színpadon. Ez van írva a plakátokon és a meghívókon. És ez a hely a népzenének meghatározó, komoly helye van ottan. És nem csak a színpadon. Először, mikor kigondoltuk ezt a címet, akkor azt mondtam, hogy a világban, elvégre a magyar, szatmári, magyar népzenének a világban is van helye, és megállja a helyét rendesen, úgy, ahogy kell. Nem csak az országunkban, külföldön, minden országban, egészen Amerikáig, Japánba is éneklik, ha hiszik, hanem a szatmári népdal. És erre mi nagyon büszkék vagyunk. Tehát komoly helye van, épp úgy, mint Fejér Kálmán tanár úrnak a szatmári népzenében, ő meghatározó ember, aki annyi, de nagyon-nagyon sok éven keresztül dolgozott, és gyűjtötte a népdalokat, feldolgozta őket, kötetei vannak. Kérem, fogadják sok szeretettel az Egyesület tagjait és a meghívott kórusokat, akik ezekből a népdalokból és népdal feldolgozásokból, Kálmán bácsinak a műveiből fogunk ma este hallani ezen a színpadon. Kívánok szép estét! Jó estét kívánok mindenkinek! Nem is olyan rég Hensz József tanár úr, a kolléga és barát felvetette, hogy szükség lenne erre a műsorra, hogy bemutathassuk, hogyan tette teljessé egy szerény, szorgalmas ember tevékeny életét a zene. És most itt vagyunk. Kapcsolják ki a mindennapok gondjait és mobiltelefonjaikat, nyissák ki fülüket és szívüket, mi pedig mindent megteszünk, hogy műsorunk végén feltöltődve, dallamokkal telve térjenek haza. Buonasera. Collegosi prietenul maestro Hensz József a venit cu ideea de a presenta cum viața unui om modest și muncitor a devenit mai împlinit prin muzică. Și acum suntem aici. Vă rog să vă deschideți inima, să închideți telefoanele mobile și să lăsați să vă cuprindă liniștea muzicii. És most szólítom a színpadra Fejér Kálmán tanár urat és pap Fejér Olgát. A tisztem az, hogy bemutassam önöknek, egy kicsit összefoglaljuk, de együtt Kálmán bácsival az életpályáját és az életútját. Hát Székely kisfaluban Futásfalván született 1935. december 7-én. Elemi iskoláit a szülőfalujában kezdte, majd 2 évig Kolozsváron a Piarista gimnáziumban és a tanítóképzőben tanult. Sajnos 1949 nyarán elhunyt édesanyja, 5 gyermek maradt félárván, de gondoskodtak egymásról, a legnagyobbak ügyesen, és nagyon szépen felnevelődött a család. Ugyanebben az évben lett ő közben Kézdivásárhelyi tanítóképző diákja, amit 1953-ban végzett el. És
aztán kezdett tanítani tanítóként, előbb szülőfalujában, aztán nevelő volt Kézdivásárhelyen. És innen indult felvételi vizsgára a Zeneakadémiára. Ott 1965-ben szerzett diplomát. De milyen indítatásból választotta a zenei pályát? Nálunk az egész család zenész volt. A szülőfalunkban nem működött cigányzenekar, ezért a földművesek fogtak hozzá és muzsikáltak. Nagyapám a nagyobbik fiának, édesapámnak hegedűt vásárolt, a kisebbiknek címbalmot, még társultak hozzá a mások is, és így kezdődött az én zenei pályám. Tulajdonképpen nekem is csinált hangszert a nagytatám egy darab csőből, furuját. Ezen kívül édesanyám jól kezelte a citerát, és nagyon szépen énekelt. Köszönöm szépen. A Zeneakadémia elvégzése után nyomban Szatmárnémetiben telepedett le. De miért egy székely fiú, egy székely fiatal, mit akar Szatmáron? Mentem volna én szívesen Székelyföldre, például Csepszentgyörgyre, de akkor ott még zeneiskola nem működött. Én már tanítókoromban elhatároztam, hogy csak szakiskolába fogok tanítani, tehát zeneiskolába. Szerencsémre évfolyamtársam volt Nagy Lajos szatmári hegedű tanár, és ő csábított Szatmárra. Olyanokat mondott, hogy van zeneiskola, van filharmonikus zenekar, van színház, és jól lehet fogni a magyarországi tévéadásokat is. Valóban Szatmárnémeti beváltotta hozzá fűzött reményeket. 1998-as nyugdíjazásáig, és még azután is 10 éven keresztül a művészeti liceum tanára, zenelmélet tanára volt. Tanítványai közül sokan ismert és elismert zenészek városunkban, Kolozsváron, Brassóban, Bukarestben, de Európa számos országában is. Jó zenészek Magyarországon, Franciaországban, Németországban, Ausztriában, Spanyolországban, és nem is folytatom a felsorolást. Közben a tanári tapasztalatai is gyűltek, 2 tankönyvben összegezte ezeket, melyeket az Ábel kiadó jelentetett meg, népzenére, népdalra alapozott zeneelmélet oktatást tervezett és valósított meg a gyerekekkel. Tanári tevékenysége mellett a népzene, a népdal is érdekelte. Éveken át végzett gyűjtőmunkát Szatmár megyében, hogy lejegyezze és az utókor számára megmentse a vidék népdalait. De miért is kezdett népdalt gyűjteni? Egyedül soha nem lett volna bátorságom ilyen vállalkozásba fogni, hogy elinduljak és népdalt gyűjtsek. Belekeveredtem, mert egy kollégám, aki annak idején a Daróczi, meg a Darai iskola igazgatója volt, név szerint Zolcsák Miklós tanító úr, ő már magnetofonszalagra vett elég sok népdalt, engem hívott, hogy segítsek lejegyezni. Hát így kerültem ebbe a dologba. Azután gyűjtöttem dr. Bura Lászlóval, Petkes Józseffel, még nem is tudom kikkel, de 6-7 kötet népdal gyűjteményünk jelent meg így közösen. Egyetlen egy van, amit egyedül hoztam tető alá. 20 év alatt a népdaléneklési versenyeken beküldték a kottákat meg a szövegeket a versenyző népdalénekesek, és ezekből válogattam ki a javát, és éppen a 20. hajnalakon lenni versenyre lett kész ez a kötet, amit nagyon támogatott Csehi Árpád akkori tanács elnök, és így jelent meg ez. Egy kimondottan szatmári kötet is megjelent, a határ innenső oldalán lévő dalokat én szállítottam a kötethez, a határ túloldaláról dr. Orsva Imre, szegény azóta már nem él. Ha ebből a kötetből dedikáltam valakinek, akkor olyasmit írtam, hogy a népdalok tanúsága szerint Szatmár csak egy van. A népdalt nem csak hallgatni szerette, hogy felvegye és lejegyezze, ő maga is szívesen énekelt, ez kiderült az eddigiekből, muzsikált, itt Szatmáron is, táncházban is, népi zenekarban,
fiatal korában, 1971-72-ben a román népzenét játszó hivatásos Cárahoásului népzenekart is vezette. De minden mellett a kórus éneklés is vonzotta. Kezdetben karnagyi minőségben tevékenykedett, később tagként vett részt több kórus munkájában, meg kórusműveket írt. Kezdetben a zeneiskola gyermekkórusát vezette, aztán 1968-tól 10 éven át volt karnagya a helybeli zenetanárok kamarakórusának. Ez egy neves, híres kórussá vált, számtalan sikert arattak. Az akkor szokásos Megéneklünk Románia Fesztivál első díjait nem egyszer elhozták, illetve brassói kamarakórusok országos versenyén sikeresen szerepeltek. A gyermekkórus és a pedagógus kórus volt a kezdet. Miért vagy elkötelezett híve a kórus éneklésnek? Maga a kórus az nagyon jó közösségformáló szervezet, nem is beszélve arról, hogy a közös éneklés fegyelemre nevel, és mindenképpen nagyon-nagyon hasznos dolog. Így aztán a kórus tevékenység tovább folytatódott, és kezdődött egyre több szerzemény, egyre több alkotás. 1993-ban Nagykárolyban a Petőfi szobor avatásán egy nagyobb egyesített kórus adta először elő Petőfi Sándor Kinn a kertben voltunk című versére írt négy szólamú kórusművet. Aztán 2010-ben alapító tagként a Bartók Béla Hagyományőrző Kulturális Egyesület életre hívásában is részt vett, hogy itt is a kórusban is tevékenykedjen, népdalfeldolgozásokat írjon, illetve magyar költők verseit zenésítse meg a kórus számára. A népi zenekarban pedig több ügyes szólistával, népdaléneklés szólistával szerepelt együtt. 2013-ban, tehát ez nem olyan rég volt, került bemutatásra egy nagyobb lélegzetű mű, három Páskáni Géza versből alkotva, Boldog nyarak Szatmárban címmel, három kép Páskáni Géza emlékére, melyet Henz József zeneszerző karnagy dolgozott át négy szólamú kórusművé, és vezényelt is egyben Szatmárhegyen a költő születésnapján. Majd Szatmár Németiben 2013-ban a zsinagógában kórus találkozón. Miért szeretsz verseket is megzenésíteni? Ezt a szükség hozta, vagy volt olyan is, hogy valakinek megrendelésre kellett valamilyen alkalomra. Úgyhogy például a Károlyi Petőfi szobor avatása nagyon jó alkalom volt az, hogy valami Petőfi dal szólaljon meg. Nem a hagyományos, olyan népies műdal ízű Petőfi megzenésítések, hanem az igazi klasszikus kórusmű. Akarom még mondani, hogy a nagykárolyi fellépés után a szoprán szólamokat nem kaptam vissza, mindenki magával vitte haza, mert megtetszett. Az jó dal lett. A magyar és román népdalfeldolgozások kórusművek közül az évek folyamán több megjelent nyomtatásban, folyóiratokban, Antologie Corale Szatmariana, Armonie Szatmarene Confluence. A város más kulturális intézményeivel is szívesen dolgoztál együtt. A Székesegyházban például 2000-ben Szent István tiszteletére bemutatott előadás szervezését vállalt. Ez egy nagyszabású rendezvény volt. A Filharmónia zenekara és karmester Alexandru Muntean, kórusok, Harag György társulat művészei közül Sós Angéla és András Gyula vettek részt. Egyébként a Harag György társulat munkáját több alkalommal is segítette, mint zenei irányító. Részt vett a János Vitéz, a Helység kalapácsa és a Ludas Magyi Szatmárban című előadások létrejöttében. Szerteágazó tevékenységét pályája során több kitüntetéssel is jutalmazták. George Dimá plakettet kapott Brassóban 1972-ben, Emke Nagy István díjat Kolozsvárot 97-ben, Ezüst Gyopár díjat Szovátán 2001-ben, Identitás díjat Szatmár Németiben 2006-ban, Kodály Zoltán díjat Budapesten 2007-ben, és az Ady Endre Társaság díját 2011-ben, itt Szatmár Németiben.
Egy kedves fiatal úriember szeretne egy pár szót szólni Kálmán bácsihoz. Elnök úr, parancsolj! Köszönöm szépen, elnök úr, szép jó estét kívánok én is mindenkinek, és én megkérném Kálmán bácsit, hogy azért legyen szíves, váradjon a színpadra. Azt gondolom, hogy mindannyiukkal együtt mondhatom azt, hogy örülünk annak, hogy Kálmán bátyám Szatmár Németit választotta, élete és munkássága színteréül, és szeretném a Szatmár Németi RMDS szervezet és a magam nevében is megköszönni, hogy az elmúlt 25 év alatt nagyon sokszor együtt lehettünk megemlékezéseinken, március 15-éken, Kálmán bácsival és az egész Bartók Béla kulturális és hagyományőrző egyesülettel. Azt gondolom, hogy ez a munkásság, amit kifejtett Kálmán bácsi, nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy Szatmár Németi egész művelődési élete egy pluszt kapjon. És ebből az alkalomból, illetve annak a jeles közelgő napnak az apropóján, hogy Kálmán bácsi 80 év fele közeledik, szeretnék a szervezet nevében egy emléklapot átadni tanár úrnak, Kálmán bácsinak, népzene és népdalkutatói munkásság elismerése alkalmából és a 80. születésnap alkalmából. Köszönöm szépen. És még valamit... Még valamit hoztam, hiszen ugye jönnek ünnepek is, és az ajándékozás időszaka van, bár csillagszórót nem mertem hozni, nehogy letartóztassanak minket itt, mikor kimegyünk. Szintén a szervezet nevében egy Rákóczi emlékplakettet is át szeretnék adni Kálmán bácsinak. Ennek az is a jelentősége, hogy a nagy fejedelem ugye ezer szállal kötődik Szatmárhoz, Szatmár Németihez, szabadságharcos volt, de azt gondolom, hogy a Kálmán bácsi által összegyűjtött népzene és népdaloknak köszönhetően mi is szabadabbnak érezhetjük magunkat, mi is itthon érezhetjük magunkat Szatmárban. Köszönöm szépen, és kívánok Kálmán bácsinak az egész szervezet nevében további jó egészséget, munkabírást és kitartást. Köszönöm szépen. Én köszönöm szépen. Jó egészséget. És most már kezdjünk zenélni is. Kezdjük műsorunkat az Aurel Pop Művészeti Liceum 5. osztályos tanulóinak kis csoportjával, akik furuján adnak elő két gyermekdalt, Kocsi, Szekér és Elvesztettem zsebkendőmet. Sisse un cepempu e le liceului de arte Aurel Pop, care interpretează două cântece pentru copii. Thank you.
Folytatjuk a műsort. Domboldalon áll egy magas nyárfa és fekete föld. Két népdal feldolgozás a Bartók Egyesület kórusának előadásában. Vezényel Varga Péter. Úr mezzo do prelúk rördek kőntecse populáre interpretate de korul asociáciai kulturále Bartók Béla. Dirigează Varga Péter.
Következzen a Bartók Béla Egyesület kórusa, bánsági táncokkal, vezénye Varga Péter, Zsob Dimbanat interpretat de Korul Asociacie Culturale Bartók Béla. Következzen Besenyő Judit, a Bölcseszku Petőfi iskola 8. osztályos diáka, 3 népdallal, Magasan repül, Száraz fának és Elveszett a pincelakat kísér a Bartók Béla Egyesület népi zenekara. Thank you.
Következzék a református lelkészkórus Hajnal akar lenni, és vezényel Higgyet Gyöngyi, ez pedig kicsit. Ismét várom a színpadra papfehér Boglárt és papfehér Áront, verbunkós táncokkal, andalgó és bokázó két hegedűre. Thank you.
Először énekel városunkba a marosvásárhelyi Nagy István ifjúsági kamarakórus, mely 1991-ben alakult. Műsorunkat Fejér Kálmán műveiből állították össze, melyek a kórus kedvelt repertoár darabjai, ezekkel kívánnak sok boldogságot, hosszú életet szerzőjüknek. És akkor kérem a színpadra a marosvásárhelyi Nagy István ifjúsági vegyeskart, Csángó népdalok és bukovinai székely népdalok, vezényel Kovács András. Thank you.
És most következzen egy Ave Maria Lackó Ferenc előadásában. Te benned bíztam vándorlásomon, szép szűz, mindig oltalom voltál. Szívem dobogja szent neved, ó égi tűz, énekem te hozzád száll. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Áldom a sorsomat, hogy megtaláltalak, immár sohasem félek. Életem éjszakáján vezércsillagom, anyám, benned remélek. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Sok bajban, vészben elkísértél utamon, nézd, már célomhoz értem. Lelkem örül és hálás minden szép napom, újjongva szól a szívem. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria. Kérem a színpadra a Székesegyház kórusát, akik Petőfi Sándor az álom, ezt fogják énekelni, vezényel Varga Péter. Oh,
gyorsan kijelöztem őket. Következzék a Bartók Béla Kulturális Egyesület kórusa, Petőfi Sándor, Adi Endre, Így van magyarul, és Ezrivel terem a fána megy, vezényel Varga Péter. Isten terem.
Kérem a színpadra Miklovics Annát, a Kölcsey Ferenc Főgimnázium 6. osztályos tanulóját, aki szamosdarai népdalokat fog előadni, pontosabban Három csillag van az égen, Viszi a víz, Apró murok petrezselyem. Ismét várom színpadra a Marosvásárhelyi Nagy István ifjúsági vegyeskart, akik ezúttal szamosdarai népdalokat és Petőfi Sándor Kinn a kertben. Vezényel Kovács András. Mielőtt elkezdenénk, szeretném a Romániai Magyar Dalos Szövetség nevében, mivel Gutman Emese elnök azt mondja, nem tudott eljönni, átadni a Magyar Dalos Szövetség jó kívánságait az ünnepeltnek, Fejér Kálmánnak. Csillag van a
egyetemistáskodtunk, úgymond, és sose felejtem el, hogy hát azt hiszem, hogy második éve, harmadik éve volt a szolfés vizsga, abszolváló vizsga. Volt bőven. És hát ott volt két szólamú, három szólamú, négy szólamú diktálás. Nem ment sehogy se. És nekem, és megyek, és a fürdőből jön Kálmás, mondta, nem emlékszel, hogy tavaly ti mit írtatok? És megmondta nekem a számot, a 200 valahány, már nem tudom. És mentem, és néztem, és hát megtanulom, és megtanultam. Másnap a vizsgán vermesi, hát kögröttem a bőrömből, tudtam kívülről. Úgyhogy a két szólamóban hibáztam, a négy szólamóban nem. Vörös Marti Mihály, Késővágy, Énekel Németi Sándor, Fejér Kálmán egykori tanítványa, zongorán kísért Mészáros Gergely. És ezt... Oh.
Következzék a Székesegyház kórusa, a Szent Louis Blues-a. Vezénye Varga Péter. Oh,
Az ember meghal, meg idejében, a végén még megünneplik.